Ez a Pápavárosi Televízió híradója, köszöntöm nézőinket! 20 millió forint támogatást nyert el a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a Társadalmi Megújulás Operatív Program vonatkozó pályázati kiírásán Örök Barokk című pályázatával, melyet a Gróf Eszterházy Károly Múzeum valósít meg. A projekt keretében jövő év október végéig 193 programot szerveznek, amely 2615 belépést generál a pápai kastélyba. A projekt részleteiről ma délelőtt tájékoztatták a sajtóképviselőit a projektnyitó rendezvényen. A 2010-es sikeresen megvalósított projekt után újabb Európai Uniós forrásból finanszírozott programsorozatot szervezhet a Gróf Eszterházy Károly Kastély Múzeum. A projektnyitón Unger Tamás üdvözölte a sikeres pályázatot. Az, hogy a városi intézmények közül egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, mármint a pályázati formában, például támopos pályázati forrásokat tudnak bevonni a működésükbe, az a város vezetése és a város egésze számára természetesen nagyon fontos és nagyon örvendetes. Itt én hirtelenjében összeszámoltam, most egymás mellett három olyan projekt zajlik, amelynek a összköltségvetése majdnem eléri 60 millió forintot, és ezeknek mindegyike egy kicsit foglalkozik azzal a pályázati témával, amelyel most a múzeum támpos pályázata is foglalkozik, tehát a barokkal. A projekt részleteit dr. Nagyell István projektmenedzser, a múzeum vezetője ismertette. Mint mondta, a két évvel ezelőtti pályázat keretében kidolgozott programfejlesztéseket is meg tudják valósítani a mostani sikeres pályázat során. Maga a pályázat 2012. augusztus 1 és 2013. október 31-e között valósul meg. Ez összesen 193 alkalmat jelent, tehát 193 foglalkozást kell ebben a 15 hónapos időintervallumban megszervezni. Ez 575 főt érint, de ennél jóval nagyobb, 2615 belépést generál a kastélyba. A program két komponensből áll össze, a program kiírásának megfelelően, ezt A és B komponensnek hívja a pályázat. Az A komponens a múzeumok és iskolák partnerségére alapul, a B komponens az iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért címet viseli. A lebonyolításban a múzeum stratégiai partnere a Pápai Platán Nonprofit Kft. És a Pegazus Színház. A célcsoportot az általános és középiskolás korosztály, valamint a családok alkotják. A projekt Mesés Barokk című eleme már megkezdődött, a Családi Barokk elnevezésű program első alkalmát pedig vasárnap, november 11-én tartják a kastélyban. Orbán Imre a Jobbik helyi elnöke és Galambos István a párt megyei ifjúsági tagozatának koordinátora tartott sajtótájékoztatót tegnap délután. Orbán Imre a közelmúltban a pápai repülőtér hasznosítása és jövője kapcsán tartott sajtótájékoztatóval kapcsolatosan foglalta össze álláspontját, míg Galambos István a diákmunkával kapcsolatban adott hangot aggályainak. A Jobbik egyetért a pápai repülőtér és a 83-as számú főút korszerűsítésével, azonban ezek a fejlesztések nem oldják meg a térség munkaerőpiaci problémáit, hiszen a gép, jármű és elektronikai befektetésekre alapozni egy térség jövőjét felelőtlen cselekedet, fogalmazott Orbán Imre. A párt helyi elnöke elmondta, a fejlődés legnagyobb gátja a város megközelíthetőségében rejlik. Nem készült el a 83-as számú főút, és nem korszerűsítették a Győr-Pápa-Celdömölk vasútvonalat. A Pápa-Csorna vasútvonal tekintetében visszafejlesztés történt, hangsúlyozta a politikus. A Jobbik szerint a környék problémáit és fejlődését a mezőgazdaságba és a feldolgozóiparba való investálás oldaná meg. Vissza kell szerezni az élelmiszertermelés, feldolgozás és forgalmazás feletti jogot, és az új földtörvény a vidék megtartó erejére kellene, hogy alapozzon, emelte ki a politikus. Szükség lenne tovább egy észak-déli irányú közlekedés folyosó megnyitására az M1-es és az M7-es autópálya között. Ez vasút tekintetében a Győr-Pápa-Celdömölk irányt jelenteni, különös tekintettel a villamosításra és a kétpályás áttételére a szárnyvonalat, a közút tekintetében a Győr-Pápa Jánosháza Kesze irányt jelenteni, kiszélesítve kétsávos gyorsforgalmi úttá. Galambos István, a Jobbik megyei ifjúsági tagozatának koordinátora szólt a felsőoktatásban tapasztalható visszásságokról és a diák munkát vállaló fiatalokat ért visszaélésekről. A diákok gyakran nem kapják meg azokat a béreket, amelyeket ígérnek nekik. Az iskola szövetkezetek komoly jutalék mellett dolgoznak,
semmilyen szolgáltatást nem nyújtva gyakorlatilag ezért a pénzért a közvetítésen kívül. Gyakran komoly jogsértések, megaláztatások érik ezeket a fiatalokat a munkahelyeiken. A Jobbik ezért létrehozna egy a fiatalokat ért jogsértéseket vizsgáló szervezetet, törvényben szabályoznák az iskola szövetkezetek által meghatározott jutalék mértékét és a diákok által betölthető munkaköröket. A Jobbik szorgalmazná azt is, hogy a munkaszerződésekben minden esetben tüntessék fel a béreket. Galambos István a sajtótájékoztatón szólt arról is, a megyei ifjúsági tagozat és a pápai alapszervezet indított egy fotópályázatot az Én városom, az én megyém címmel, melyre minden pályázótól 5-5 digitális fotót várnak december 31-éig. 1991 óta minden év november 7-én az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskola közössége megemlékezik az intézmény névadójáról. Az iskola 1969 óta viseli Erkel Ferenc nevét. Az Erkel napon tanítás helyett előadások, vetélkedők, kreatív foglalkozások és játékos feladatok emlékeztetik a diákokat iskolájuk jeles névadójára. Már szeptembertől nagy gonddal készült az Erkel iskola november 7-ére, Erkel Ferenc születésének évfordulójára. Ezen a napon a szervező pedagógusok valamennyi alsó és felső tagozatos tanulót megmozgatnak, az intézmény közössége teljes létszámmal részt vesz a rendkívül változatos programokban, melyek nem csak Erkelhez, hanem minden évben egy-egy évfordulós zeneszerzőhöz kapcsolódnak. Ezúttal Kodály Zoltán születésének 130. és halálának 45. évfordulójáról is megemlékeztek a diákok. A felsős osztályok ilyenkor tablókat készítenek, amelyeken érdekes dolgokat megtudhatunk, és ezekből a tanárok ilyen feladatokat állítanak össze. Hirdetett az iskola rajzpályázatot, amelyre sok Kodály Zoltánról készült portré beérkezett, és zenefelismerést is találhatunk a feladatok között. Kindert Kata Kodály Zoltánról állított össze egy prezentációt az alsó tagozatosoknak. Marcaliné Orbán Judit a felsősöknek tartott előadást Erkel operájáról, a Hunyadi Lászlóról, és szintén a nagyok agytekervényeit mozgatta meg az a feladatsor, melyet Péterné Vargyai Anna, iskolakönyvtáros, a versenykoordinátora állított össze. A tanulók megtekintették a Diák Önkormányzat vezetői által összeállított műsort Erkel Ferencről, majd közösen elhelyezték az iskola koszorúját az intézmény névadójának emléktáblájánál. 2006 óta kiemelt eseménye a rendezvénynek az elsősök erkeles diákokká fogadása. 2006-tól Erkel Ferenc születésnapján tartjuk a kendőkötést, és ilyenkor a nyolcadikosok az elsősökre kötik az erkeles kendőket, amivel erkelessé fogadjuk őket. Természetesen az erkeles kendőnk kékfestőkendő, hiszen ennek a városunkban alapvető hagyománya van, illetve a motívumok, amelyek láthatók, azok mind a győri kékfestő műhelynek a termékei, illetve eredeti kékfestő motívumok vannak rajta. A kendőkötési ceremónia után a legkülönfélébb foglalkozásokon vehettek részt a diákok. Megkezdődtek az előadások és a felsősök versengése is, a kicsik pedig játékos formában ismerhették meg Erkel Ferenc munkásságát, művészetét és életének mérföldköveit. Szűkebben definiálva, azon kisméretű kiadványokat nevezzük minikönyvnek, melyek mérete 30 és 76 mm között van. Nos, ilyen kicsi könyvecskéket láthatnak az érdeklődők a Városi Könyvtár folyosóján. A minikönyv kiállítás több gyűjtő anyagából állt össze. 20 évvel ezelőtt volt Pápán minikönyv kiállítás, akkor 10 gyűjtő féltve őrzött kincseit csodálhatták meg az érdeklődők. Most Váminé Molnár Emma, Fejes Sándor és dr. Herman István kollekciójának darabjai láthatók a tárlókban, a Jókai Morvárosi Könyvtár birtokában levő minikönyvek mellett. Ezeket olvasni nem van egyszerű, hát ugye nem csak a rossz szeműek panaszkodnak, hanem még a jó szeműek is, hogy jóformán egyik másikat csak nagy diktóval lehet olvasni. De valójában nem is ez a célja ennek a gyűjtési ágnak, hogy ezeket a könyveket olvassuk, hanem maguk a miniatűrségük ad egy olyan lökést minden gyűjtőnek, amelyik hát szereti, hogyha a lakásába diszeleg.
Mini könyvek már több száz évvel ezelőtt is voltak, szakmai kihívást jelentettek a nyomdászok számára, mondta Fejes Sándor. A pápai több száz darabos kiállítási anyag tematikus elrendezésben látható a könyvtár folyosóján. A legtöbb persze irodalmi, ugye mű, vagy azoknak másolatai vannak. Na most ezen belül is ugye különbséget tettünk próza meg verses kötetek között. Akkor egész nagy anyag jött össze a politikai jellegű kiadványokból. De emellett sporttémájú vagy épp a kultúra egyéb területeit feldolgozó mini kiadványok, valamint úti könyvek is láthatók a tárlókban egészen november végéig. A folytatásban kérem hallgassanak meg egy közleményt. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet térítésmentes élelmiszer segélyt juttatott el településünkre, melyet Pápaváros önkormányzatának egyesített szociális intézménye családsegítés munkatársai osztanak szét a legrászorultabb személyek között. November 8-án csütörtökön 8 és 17 óra között, és november 9-én pénteken 8 és 12 óra között. Pápán a Juhar utca 3 szám alatt, a volt városgazdálkodási vállalat telephelyén. Az Európai Unió által finanszírozott EU élelmiszersegély programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az uniós forrásból előállított élelmiszereket az MHV-val szerződött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi rászorultak részére. Az élelmiszer csomag átvételéhez az érintettek személyigazolványukat és lakcímkártyájukat vigyék magukkal. És most néhány szó a holnapi időjárásról. Csütörtökön ismét több lesz a napsütés, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban csak kevés helyen lehet gyenge fagy, délutánra pedig a legtöbb helyen 9 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves nézőink, a hírek után a belvárosi hírösszefoglalónkat láthatják majd, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is. Burkolják a főtér nyugati oldalának járdáját, a katolikus iskola mellett pedig az alépítmény készült el az intézmény bejárata és a gróf út között. A templom mögötti területen is dolgoznak a kivitelezők, ott is a gránit kövek lerakása zajlik. Egy héttel ezelőtt arról adtunk hírt, hogy a nyugati oldali járda szélét jelző szegélyköveket lerakták a Korvin utca sarkánál. Azóta már a burkolás is megkezdődött ezen a szakaszon. A nyugati oldalon a járdaépítés kissé megakadályozta az Invitel telefonos társaság. A szakfelügyet a holnapi naptól tudják biztosítani, de az ő aknáiknak a szintbejegyzését el kell végezni. Ez szakfelügyet nélkül nem mehet. Tehát ez azt jelenti, hogy ahol lehet ott a burkolási munkák folynak, alapmunkák elkészültek, tehát a betonalap elkészült, ahol megakadtunk, ezek csak az aknák és azoknak a közvetlen környezete. A katolikus iskola melletti járdán is dolgoznak a kivitelezők. A leglátványosabb előrehaladás azonban a templom mögötti területen látható. Elkészült az alépítménye a járdának, tehát várhatóan jövő hét végére elkészül a járdaszakasz is. A templom mögötti terület látványosan kezd kialakulni, most már a 700 négyzetméternyi felett, ami két raszter területe nagy része burkolásra került. Egy raszter van még, amelynek a burkolása nem kezdődött meg, ezzel mindenképpen megvárjuk az iskola melletti járda megépítését. Ez a 12. számú rasztert jelenti, ahol már burkolásra előkészítették a területet. Ha az időjárás engedi, az iskola melletti járda a jövő hétvégére elkészül, azután pedig az utolsó raszterhez tartozó terület burkolása is megkezdődhet. A főtérre tervezi a város az idei adventi programsorozatot. A tér nyugati oldalán és a templom mögötti területen már akkora burkolt felület áll rendelkezésre, hogy az alkalmas a 4 héten át tartó adventi forgatag megtartására. Dr. Áldozó Tamás polgármester munkatársaival ma délután járta be a tér elkészült részét, hogy megtervezzék a karácsonyi készülődés helyszínét és tájékoztassák az adventi tervekről a sajtó munkatársait.
Hová kerüljön a város karácsonyfája? Hol legyen a produkcióknak helyet adó színpad? Hová építsék a Betlehemet, és milyen elrendezésben legyenek a faházak? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a ma délutáni bejáráson a polgármesteri hivatal szakemberei. Eljutottunk oda a főtér beruházással, hogy decemberre egy nagyobb összefüggő területet birtokba vehetünk. Ez a birtokba vétel pedig egy adventi vásár rendezésével jár együtt. Évek óta az adventi készülődés az azzal igyekeztünk hozzájárulni, hogy a város különböző pontjain faházakat állítottunk fel, és pápa iskolákat, civil szervezeteket kértünk fel arra, hogy műsorukkal színesítsék ezt a programsorozatot, a készülődést, és most ezzel szemben nem különböző pontokra állítanánk fel a faházakat, színpadot, hanem idehoznánk mindent a templom és a kastély közötti területre. Itt lenne a vásár, itt lennének a programok, itt lenne az adventi koszorú, itt lenne a város fenyőfája is, valamint itt lenne a Betlehem. A rendezvénybe a tér nyugati oldalát és a templom mögötti területet kívánják bevonni. A város fenyőfája például az egyik zöld sziget területén áll majd. 10-15 faházat gondoltunk felállítani, és a színpadot, és mindezt úgy, hogy a folyamatos közlekedést biztosítani tudjuk, hisz ha ez a térrész a pápaiak rendelkezésére áll, akkor használni is fogják, méghozzá a korábbi közlekedés irányoktól eltérően nyilván teljesen logikusan keresztbe fognak majd menni a téren, és mi úgy akarjuk a faházakat, illetve az egyéb attrakciókat felállítani, hogy ezt a közlekedés irányt ne zavarjuk, sőt inkább az itt amúgy más céllal gyalogosan haladó pápaiakat is rábírjuk arra, hogy egy pillanatig álljanak meg, és legyenek a részesei ennek az adventi készülődésnek. Az adventi vásárban idén a színpadi produkciók mellett a faházakban helyi kézműves termékeket, apró karácsonyi ajándékokat lehet majd vásárolni, és árulnak majd forralt bort, forró teát és karácsonyi hangulatot idéző finomságokat is. A pápai főtér jó részt megőrizte középkori formáját, de hogy miként is alakult jellegzetes öblös alakja, arról dr. Herman István mesél. A város főtere a középkorban is igazgatási, gazdasági és egyházi központ volt. Jellegzetes formáját azonban a piacnak köszönheti, nem egyedüli példaként a városok történetében. A pápai főtér az tipikusan az orsó alakú főterek közé tartozott a korai időtől kezdődően, amik úgy alakulnak ki, hogy a városon keresztül vagy a településen keresztül vezető út középső részén, mondjuk pápa esetében a királynői udvarbíró udvarispán házának a környékén, ami egy lakótorony lehetett, egy fából épült nagyobb ház lehetett, az emberek megállnak és megpróbálják eladni azokat a termékeket, amik feleslegessé válnak, vagy elcserélni másnak a termékeire. És így létrejönnek a vásárhelyek, létrejön a pápai vásártér, amelyik a pápai főtér kialakuláshoz vezetett, egyre több árus jött, egyre jobban szét kellett szorítani. A környező falvak népe piaci napokon megszállta a főteret és környékét. Árultak itt apró jószágot, tejterméket, de volt Laci konyha és mézes kalácsos is. A vásárosok hada áthúzódott a főutcába is. Itt bazárosok, rézművesek, szitások és késesek verték fel sátrukat. A főteret a Kossuth Lajos utcával összekötő kapuszintől jobbra a kékfestők árulták kelméjüket ponyvával fedett standokon, de itt kaptak helyet azok is, akik a földről árulták portékáikat. Mindez jól látható azokon a régi képeslapokon, melyek a Városi Könyvtár honlapjának digitális archívumában is megtalálhatók. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Ne feledjék, hírműsorunkat egy óra múlva megismételjük, megtekinthetik a Pápavárosi Televízió honlapján is. A belváros rehabilitációjáról szóló hírösszefoglalót pedig jövő szerdán nézhetik meg majd legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!